A közel száz éves Bélpalota épületén fennállás óta nagyobb beruházás nem történt, csak kisebb rekonstrukciókat végeztek rajta. A helyi védelem alatt álló impozáns épület egyharmada Makóváros önkormányzatáé. Ezért társasházi forrásból egy tavaly lejárt lakástakarékpénztári megtakarításból a tetőszerkezet nagy részét már rendbe tették. 70 gerendát cseréltek ki és javították meg, azonban mivel a teljes külső felújításra nincs egyenlőre elegendő forrás, az udvar részét szeretnék elsősorban helyreállítani, ami éppen Makó legnagyobb turisztikai attrakciójára a hagymatikumra néz. Jelen pillanatban egy 300 négyzetméternyi felületen történik meg a homlokzatnak a felújítása. Fontos megjegyezni, hogy nem a külső homlokzat, hanem a belső udvari homlokzatnak nagyjából, hogy ez egy negyede egyébként. És akkor itt könyves a kezdődött nyilván ez a folyamat, illetve az épületnek a fölállványozásával. Az alapozó munkátok után pedig ugye ennek a homlokzati területnek vagy felületnek a festése következik. Ezzel párhuzamosan az eres is javítják, cserélik a különböző bádog elemeket, illetve vannak olyan nyílás a zárok, mondjuk lépcsőház felülete is érintett, olajnyi rázárokat is javítani kell. Ezek a folyamatok történnek most meg. Hozzátette, a lakók és a külsős tulajdonosok is partnerek voltak a felújításban, hiszen ők is egy rendezett és kultúrát környezetben szeretnének élni. A társasházi képviselő szerint a külső homlokzat rekonstrukciója a város szempontjából is fontos feladat lenne. Hát az, hogy ennek az épületnek a külső homlokzata méltó legyen és föl legyen újítva, azt úgy gondolom, hogy városi érdek, hiszen ugye innen 150 méterre költ el a magyar állam 10 milliárd forintnyi fizetői pénzt a fürdőre, a fürdőnek a bővítésére. Nyilván, ha makó turisztikai központ szeretne lenni, és minél több turistát szeretne fogadni, akkor az egész belvárosnak, sőt, hát az egész városnak, de elsősorban nyilván a fürdő környékének úgy kell kinéznie hogy ez egy vendégcsalogató kultúrát környezet legyen. És ennek a közepébe ez az jelentős méretű épület áll a bérplota, aminek a külső homlokzatát rendbe kell, hogy tegyük szerintem rövid időn belül. A munkálatokkal várhatóan az ősz folyamán el is készülnek, de folyamatosan keresik a forrás lehetőségeket, hogy minél előbb újra modern külsőt kapjon a patinás épület.